Na csoki! Mostanában... Rick, várjátok már, melyik baj van. Nem tudom, mennyire látszódok így, mert most 1080p-be szoktam mostanában venni fel a videókat. És... 720-ba szerkeztem le, ugyanúgy, tudjátok. De eddig 720-ba vettem föl, meg 720-ba is szerkesztettem meg. De mondom, most már 1080-ba fölveszem, 720-ba meg akkor leszerkeztem, mert úgyis leromlik a minősége, de mégis jobb lesz valahogy, mert ugye úgy lett felvéve, meg kicsit közelebb vagyok. De aztán kipróbáltam egy olyat, hogy mi van, hogyha 1080-ba veszem föl, és 1080-ba is szerkeztem meg. Nem sokat, keresek egy olyan kanalat, csak nem tudom. Nem sokat változik a minősége úgy. Azért nem tudom, mivel meg kell kavarni, nem mindegy. Szóval nem sokat változik a minősége, hogyha 1080-ba szerkeztem le. Egyáltalán nem. Ami érdekes. És tényleg nincs itt van egy darab kanál. Itt van, ezt keresnem már évek óta. És hogy hívják van? Tegnap előtt, mondom, akkor legyen 1080-ban, fölvesszük, 1080-ban le is szerkesszük. Mi történt? Az történt, hogy mondom, akkor rakom rá a szokásos Jóci feliratot az Index képre, rakom rá minden, mondom, mi, itt valami nem stimmel, itt a közepére rakta rá, mondom, ez automatán rá kéne rakni a bal sarkába, vagy bal oldalra. Nem rakta oda, hát mondom, agyfasz van. Nézzük még egyszer, bezárom a programot, megnéztem még egyszer. Ugyanazt csinálta, hát mondom, itt valami baj van, akkor választok egy másik képet. Kiválasztom a másik képet arra, hát mondom, itt akkor valami nem stimmel, várjunk csak. Ja, hát 1080-ban rendereltem le. Ó, hát akkor nagyobb lett a képnek a felbontása, így nem stimmel rá, amit én 720 méret arányosan csináltam Jóci ízét. Mondom, akkor ez így nem stimmel rá. Na akkor... Kicsit meg kellett nyújtani a feliratot ahhoz, hogy rá stimmeljen. Azt azért lett valamelyik vlog videómon ilyen érdekes a Jóci felirat. Egyébként annyi a története. Most én ezt a kávét olyan faszán teli töltöttem, hogy majdnem ki fog ömleni az egész. Óvatosan kell kavarni, mert itt ki fog dőlni az egész idő. Kávé mindjárt. És ez az egyik lényeg. Ezt akartam kihozni, hogy csak hogy tudjátok, hogy miért nincs 1080p-s videó, mert egyébként van egy pár, tehát egy jó pár van, meg régebbi videókban is már 1080p-ből csináltam egy csomó videót. Csak ez így valahogy meg lett unva. Én ráuntam. Mondom, meg vagyok én elégedve teljesen a 720-a. Hiába tudja csúcsfokozaton a GoPro-m 1080-ba. 1080-ba fölveszem, de én szerkezgetni nem fogom 1080-ba. Én nekem bőven elég a 720. Ugye? Mert egyrészt egy sokkal több időt fog eltölteni avval, hogyha megszerkezti 1080-ba. A másik meg, hogy akkor újra kéne csinálni a Jóci feliratot. Meg avval csak időt tölti. Én 1080-t én ezt nem... Tehát egy vlog videókra, meg amikkel én foglalkozok, arra nem igényli az 1080p-t, akárki mit mond. 1080p-s videókat, meg az ilyen full extrás izéket nem nekem találták ki. Hanem én meg vagyok elégedve a HD-val. Hát annak idén annyira vártam, hogy legyen legalább egy HD minőség, ugye hát az a minimum dolog. Hogy legalább egy HD legyen. És ahogy meglett, én meg is elégedtem. Nekem nem kell több minőségbe. Egyáltalán nem. GoPro teljesen jó. Széles a látószöge, ugye. Minősége teljesen jó. Nem is kell, hogy többet tudjon, mert nekem a gépem úgyse, hiába tud GoPro millió bigyót, hogyha a gépem meg úgyis szaragszik. Szóval, ameddig nincsen egy jobb gépem, addig jobb kamerának se kell.
ahogy lesz egy jobb gépem, figyeljétek meg, hogy egyből kell egy jobb kamera. Mármint ugyanúgy GoPro-nál fogok maradni, csak nem Hero 3, hanem lesz mondjuk Hero 4. Majd egyszer még egy év múlva addigra kijön a Hero 5 is. De én most egyelőre nem a gépre megyek rá, nekem nem kell se új gép, se új kamera, teljesen jó minden. Én nekem már új telefon kéne, már abban már rosszul vagyok tényleg. Hát, amit ez csinál, ez borzasztó. Bazdmeg olyan forró lett a tejem, hogy nem lehet meginni. Jaj, jaj. Akkor a minőséget túltárgyaltuk. Mit akartam még nektek mondani? Várjátok már, mert még gondolkoznom kell. A minőségről. Ja, meg a bicikről akartam még annyit mondani, de ezt már mondtam egyébként, hogy majd hétfőn fog megjönni. Remélem. És... ma. Egyébként egész héten esett az eső, szinte. Akárki mit mond, esett. Ha csak egy percig, akkor is csak egy percig, de esett, egész héten esett. Legalább egy percet esett az eső. Úgyhogy egész héten szar idő volt, nem is bánom, hogy nincs itt a bicikli. De következő hét, azaz ma, 22 fokot mond, ugyanúgy esőt is ír, egyébként a felhők alapján itt olyan zuhé lesz itt egy olyan két perc múlva, hogy jaj, csuhaj vaddiba. Aztán szombaton, ugye holnap, 25 fokot ír, de ugyanúgy esőt, felhőt, meg napot, kicsi nap, halvány napot ír. Aztán vasárnapra már vihart ír, mármint dörgés, csicsa, dirdur, de ugyanúgy a 25 fokot megtartja. Majd hétfőn ugyanúgy a 25 fokot megtartja, kicsit felhőt ír, semmi esőt, meg semmi ilyesmit még nem ír. Tehát hétfőn fog megjönni. Ha hétfőn jó idő lesz, akkor az faszom, mert akkor fogok tudni csinálni egy ilyen teszt videót majd a biciklivel, hogy felrakjuk a GoPro-t a fejemre, és akkor majd itt valamerre megyek biciklizni egy 5-6 percet, azt csókolom. Ma az egy 10 perces videó lesz, az nem tudom, mert lehet, hogy még fölgyorsítom, szóval mondom, egy ilyen 5 perc, ez szerintem bőven elég ilyen teszt videónak. Kipróbáljam egyetem, hogy adja vissza a minőséget, meg minden mást. Tehát igazából a bicikliről akartam beszélni, meg a minőségekről, másról nem nagyon akartam beszélni. Nem is tudok másról mit mondani egyébként, mert nem is nincs is semmi más az eszembe, csak a minőség, meg a bicikli. Meg a kávém, amit már kicsit jobban kihűlt. Hát mondom, én reggel fölkeltem, mondom akkor. Reggel? Milyen reggel? 12 óra, akkor már most van 15 óra. 3 óra hosszája vagyok fönt, ez olyan, mint a föntön én már 10 órája. Tök olyan érzésem van, mint ha már 10 óra hosszája fönt lennék, aztán mindjárt fekszek le 2 óra múlva. Az közben még most keltem föl 3 óra hosszája. 12 órakor pontosan. Jó, hát hamarabb is már fönt voltam, persze, de nem mozdultam ki az ágyból. Nyitva volt a szemem, néztem a falat, plafont, forgolódtam össze-vissza, meg olyan volt. Mondom, hogy nem kerek fél ma 12 óránál hamarabb. Azt kész, feküdtem, aludtam. Kutyámra is rápalancsoltam, oda kötöttem a ágylábához. Nincs is lába az ágynak. Na mindegy, szóval nem tudom most mi volt vele, nem kellett levinni hamarabb. Érdekes volt, mert már máskor ilyenkor már tombol, hogy neki le kell menni pisilni. Most mondjuk nem. De lehet, hogy azért, mert tegnap este később vittem le, mint ahogy szoktam, a bevándorlók miatt, mert itt volt, ugye itt van mellettünk a töltés 2 percre. 100-ával futottak át. Nagyon durva volt. Azt mondta anyom, hogy szerintem le sem menjek, mert még a végén összekevernek velük. Még a kutyát is megeszik. Úgyhogy később vittem le, aztán úgy voltam vele, hogy akkor ma az a 12-ig az kész. Kutya is aludt, semmi baj nem volt. 12-kor szépen nyugodtan fölkeltem, fölöltöztem, kiskutyát előkészítettem, lementünk.
Mentünk a kisbolt, vettünk egy... Mit vettünk? Egy kis joghurtot. Ilyen picit. Mert én ezt a krém túrót, vagy krém könnyű, vagy nem tudom, hogy hívják, azt kerestem, hát nem volt. Az ott helyette ilyen más, ilyen nem tudom már mi volt neve. Az is jó volt, amúgy. Átmentem mamához, mondom, akkor ott megeszem a joghurtomat, 12 óra 30-kor, és akkor 13 óra, akkor már ebédeltem is. Aztán jöttem haza. Ez 2 óra hosszája vagyok itthon. Abból 1 óra hosszát a gép előtt ültem. Aztán ráuntam. Ja nem, 1 és felet, mert... Igen. Mert 1/2 órát a Facebook előtt töltöttem, meg a YouTube előtt, aztán 1 órát megjátszottam a Dark Orbit-dal, de hát az se olyan izé. Megcsináltam 2 vagy 3 küldetést, azt jóban elegem is lett belőle, ki is kapcsoltam a picsába. Úgyhogy nem tudok mit csinálni magammal, az a baj, 15 óra itt van, az olyan, mintha már reggel 6-kor keltem volna. Olyan érzésem van az közben, alig vagyok még fent. Mondom, azért lemegyek most már egy kávé. Nem tudok mit kezdeni magammal. Úgyhogy muszáj volt most egy ilyen kávét meginni. Úgyis kellett víz itthonra, mondom, akkor leszállodok a kisipót, veszek egy vizet, meg egy kávét, azt jobb, hogy jövök fölfele. Megmelegítettem. Azt már iszom is. Most elég beszéltem arról, hogy rossz a telefonom. Nem rossz a telefonom, csak... Én... Nem. Tehát hívni jó, amire kitalálták, arra jó. Telefonálni. Főleg, hogyha van rajta pénz, mert ezen most éppen 1 forint sincs rajta, na mindegy. Szóval csóróság van. De... Már egy kicsit jobb minőségű játékot, ha elindítom, akkor várni kell rá egy 5 percet, hogy betöltsön. Aztán meg még órákig szarakodok vele, mert mindig belakol. Tehát egy jobb minőségű játék már nem fut rajta. Tehát minden más túl, ugye van rajta internet, stb. Stb. De... Ha mindegy, ilyenkor szokták mondani, hogy játszani veszel egy telefont, akkor olyat vegyél, amit játékra találtak ki. Hát ezt nem játékra találták ki. Hát én játszani akarok venni telefon, nem telefonálni. Ha telefonálni akarnék, akkor nem vennék izét. Akkor nem vennék ilyen telefont, akkor megvenném a 2000 forintos kis izét. Nyomkodós telefont az, ha telefonálni akarok, de nem telefonálni veszem meg. Nincs is pénz telefonálni, nem hogy izé. Úristen. Azért veszem, hogyha nincs közelemben gép, unatkozok vagy valami, megyek a buszon, azt unatkozok, hát akkor nem tudok mit csinálni, már csak telefonálni, Jaj, ma is a nénik, az öregasszonyok, bazd meg! Jövök haza a kutyába, ugye 13 óra környékén. Mamámtól ugye megregeliztem, megebédeltem, mondom, akkor jövök hazafele. 2 öregasszony, bazd meg! Na most meg telefon van. Igen, tessék? Igen. Igen. Persze, hát arról volt szó, hogy hétfőre kapjuk. Tegnap telefonált valaki önöktől, igen. Rendben, köszönöm szépen. Viszhal. Bazd meg, elfelejtettem neki mondani egy kulcsot, hogy adjon hozzá. Bazd meg. Kerékpáros hívott egyébként. Bazd meg, elfelejtettem, most visszahívjam, nincs is rajta pénz. Elfelejtettem neki mondani, hogy... Mert ugye meg lehet beszélve, hogy minden beleszállítva, mert minden, egyedül csak a... Mi a fasz kell rárakni a pedált. Azt tegnap beszéltük, hogy 15-ös valami kulcsa lehet rászerelni. Hát de nekünk nincs is itthon ilyen kulcsunk, honnan szedjünk? Elfelejtettem bazd meg neki mondani, hogy hozzon magával a kulcsot, hogy ő szerelje itt össze. Hát én nem fogok a... Még a pedálhoz sem fogok nyúlni, nem ugye ezéhez.
meg elviszem akármelyik szervizbe, vagy biciklishez, most azért, mert vacsi új a bicikli, most csak egy pöcköt kéne meghúzni rajta, azért meg nem fogok fizetni 10.000 forintokat. Milyen kulcs kell hozzá? Valami 15-ös kulcsról beszélt tegnap itt. Bazd meg, elfelejtettem mondani neki, hogy hozzon magába a kulcsot. Azt itt a ház előtt csinálja meg nekem. Tényleg nincs rajta pénz? Én úgy tudom, hogy nincs. Meg 70-es a szám. Én meg 30-as vagyok. Rengetegbe fog kerülni. De nincs rajta 100%, hogy... Jaj. Kettő forint van rajta. Enyémben meg egy forint, ez azért faszam. Anyám itt elhagyja a telefonjait. Nincs is rajta pénz. Enyémben meg főleg nincs. Ja. Elegem van, mindjárt kifutok a világból. Te azért, mert nem hagy még szóhoz jutni se. Mondja a hülyeségeit. Hogy rendeltünk egy biciklit, hogy érvényese még, azt mondja. Mi az, hogy érvényese még? Néznek engem YouTube-on, azt mondtam valamit véletlen valamelyik nap a videóban, hogy most már legyen van a bicikli, nem is kell, vagy mi? Mondtam valami ilyesmit? Ezt azért hívtak föl, hogy akkor küldjék-e, vagy ne? Elbizonytalanodtak, vagy mi van? Hát lassan 2 hete várok rá. Hát még szép, hogy elküldik. Na most már fogom a fejemet, mert mindjárt agyvérzést kapok. Hát ilyenek vannak, látjátok? Már megint az agyfasz van, az idegesség. Azt mondja, érvényes-e még? Ha hogy ne lenne érvényes? Hát ha nem lenne érvényes, akkor is el kéne, hogy küldje. Ha már vártunk rá 2 hetet. Hát, agyam megáll. Komolyan mondom. Ezt ilyeneken aggódok, várom, ilyeneken baszom föl magamat. Jaj, de imádom, amikor kicsit jobb kezem van. Felhúzom a redőnyt. Olyan szarul csinálták ezt a környéket is amúgy meg, mert minden megyek 2 métert, azt ott egy ház. Megyek még 2 métert, ott egy másik ház. Megyek még 2, ott egy másik. 100 millió 1 000 ember lakik itt helyen. Ezt főhúzom a redőnyt, azt akkor egyből be lehet látni ide. Ezt látják, hogy itt egy szál pösbe mászkálok. Komolyan mond, elegem van az egészből. De meg ne, hogy hívják hozzá. Meg vagy zakkanva te is. Jaj, mert megijedsz, mikor kiabálok, mi? Igen, nincsen semmi baj, tudod, csak túl dramatizálok mindent. Traumatizálok, vagy hogy kell ezt mondani. Jobb helyeken a vendéglőkbe adnak kávé mellé vizet, pohár vizet. Hát akkor ígyunk vizet rája. Azért kell ugye, hogy jó, de ehhez a kávéhoz nem kell, kéne amúgy inni vizet. Ez a 3 az 1B-hez, vagy mi az Istenhez, ez alapból nem olyan kávé, ahhoz azért kell inni vizet, mert hogy lemossa a fogadról az ilyen izéket, meg hogy elvegye a kávéízt, meg hogy nem tudom miért. De ez a 3 az 1 kávéhoz nem kell inni semmit. Már forgolódok itt, mint a hülye, keresem a zsebkendőt, azt nem találom. Közben itt van benne az íróasztalban. Húha! Mondom, csinálok majd egy rövid vlogot. Ha már izé. Várjál, ezt még elmondom. Itt szokott lenni ugye a kamera. Csak valami oknál fogva mindig sötét a videó, és rájöttem azért, mert pont így állok. A kamera meg pont a nappal szemben van, és nincs fény.
ugyanis a kamerának így kéne valahogy állnia, és akkor így lenne nagy fény, ugye én pont rám sütne a fény, nem pedig a háttal állok, mert is sötét, ugye, de így meg pont jó. Úgyhogy ide kell rakni. Oh my god! Azt mondják, hogy a mi ez három rétegű, vagy négy rétegű, három rétegű. Azt mondják, hogy ezt a fajta papíri zsebkendőt egy fújás után nem szabad kidobni, mert spórolni kell vele. Mert nem mindegy. Ha kidobom, akkor mi van? Ugyanúgy megcsinálják. Eljut a szeméttárolóba, mit csinálnak a szeméttárolóba? Kiválogatják, újra hasznosítják. Ugyanabba fogom belefújni az orromat 2 hét múlva. Ugyanúgy eladják, csak összeézélik. Összedolgozzák a többivel. Akkor most nem mindegy, hogy egyet fújok bele, vagy 8-at. Kevesebbet kell takarítaniuk. Na! Aztán... Itt van egy ilyen gyógyszer. Ami igazából nem egy gyógyszer, hanem ez nyugtató vagy mi. Hát gyógynövény. Álmatlanság, idegesség, nyugtalanság megszüntetésére alkalmas gyógynövény. 60 darabos. 60 darabos? Akkor az 60 napra elég lenne, 2 hónapra. Régen ezt a fajtát szedtem, mert agyfasz kaptam. Mert voltam ilyen orvosoknál, és akkor ott ajánlottak nekem ilyen nagyon erős nyugtatókat. Hát de mondom, hogy nekem nem kell nyugtató olyan szinten, mert én nyugodt ember vagyok egyébként tulajdonképpen. Csak van, amikor agyfasz kapok, ugye, mint most is. És akkor azért. Azért találtuk ezt a gyógynövényt, vagy mit. Meg azért egyébként azért akad néha így össze a nyelvem. Mert sietek a mondatokkal, és ugye ha nyugtatót szednék, vagy ilyen szarságokat, akkor izé nem rohannék a világból ki. Bocsi, csak közben most izé takarítom a GoPro-nak a lencséjét. Takarítom a GoPro-nak a lencséjét, és már 17 perce, már lassan 20 perce. Itt az idő, hogy kikapcsoljam a kamerát. Mondom, csinálok egy ilyen rövid 5 perc, 10 perces maximum videót. Arról, hogy mi van a biciklimmel. Meg hogy mi van velem. Meg hogy mi van a minőséggel. Mondom, ez egy ilyen 5-10 perces videóban meg lesz. Aha, azt most tartok 20 percén, meg előtte még nem tudom 6 percet beszéltem, akkor ez már majdnem fél óra. Na jó van, én mentem is, sziaszt.